40. azon belül 28. envis idény előtt áll a költségdíjese. Az örökös edző Hadobás István által irányított gárda minden nyáron átalakul valamennyire. Így volt ez az idén is, azonban ezúttal nem az érettségizők távozása, hanem a sérülések okoztak gondot a szakembernek. Katona Krisztina, Gyimesi Lola és Márkus Gizella még hosszabb ideig hiányozni fog, visszatért viszont Kelemen Gréta és újra a csapattagja Gyúró Ágnes. Mint Hadobás István elmondta, elvégezték a nyárra kiszabott munkát. Terveknek megfelelően haladtunk, augusztusban egy egyéni edzéstervet kaptak a lányok, egy kis előmunkát végeztek otthonukban, mivel nagyon sok vidéki gyerek van, és így nehéz a bentlakás megoldása. Azt követően egy nagyon tartalmas edzőtábor következett, napi 3 edzéssel, a végén egy strandkézilabda bajnoksággal, úgyhogy, és edzőmérkőzésekkel is természetesen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon tartalmas volt ez a ciklus, és utána pedig a formába hozás időszaka, amely tartalmazott természetesen kemény alapozó és labdás edzéseket is, illetve edzőmérkőzéseket, összességében 7 edzőmeccset játszottunk. A legutolsót Kazincbarcikán csoportbeli ellenfelünkkel nyertünk 6 góllal, úgyhogy bizakodó vagyok. Hadobás István szerint a legutóbbi bajnokság meccsénél nehezebb összecsapások várnak majd csapatára, mivel némileg átrendeződött az északkeleti csoport mezőnye. Sokkal erősebb lesz. Egyrészt ide került Füzesabony és Heves együttese az északi csoportból, amelyek remek, jó csapatok. A korábbiak közül a mezőnyünkből néhány gyengébbnek vélt együttes kiesett, Bőcsre, Miskolcra gondolok, akik nem vállalták az indulást. Úgyhogy sokkal erősebb lesz a mezőny, és hát őszintén mondom, hogy örülök neki, hogy az első fordulóban a legnagyobb megmérettetésünk lesz Hajdúböszörményben, a tavalyi bajnok ellen játszunk. Én azt gondolom, hogy a legjobb erőfelmérő, talán a bajnokság legjobb csapata ellen bebizonyíthatjuk, hogy mit érünk. A megyebeli csapatok közül a Vitkelse vasárnap hazai pályán a Debrecen 22-es csapatát fogadja. A Máté Szalkai MTK a jövő hétvégén Ózdon kezdi el a szezont.